túl van a csapat két kapuzáson az oroszokkal, nyilván nem az eredményről fogok kérdezni, milyen tanulságokat vont le mai napból. Hú, nehéz ezt még olyan szempontból összegezni, hogy a délelőtt az relatíve jól sikerült, azt nem vártam, hogy ennyire jól fogunk tudni játszani. A délután ott kijött abszolút az, hogy még nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ennyit birkózzunk, ennyit küzdjünk, brusztoljunk, és ezáltal a koncentráció is csökkent. De én azt gondolom, ehhez hozzá kell szokni, ezért van az, hogy az orosz válogatottal játszunk. Látszott ma, hogy a fiatalabbak sok időt töltöttek a vízben, mennyire elégedett velük? Hát még ez korai megmondani, hogy mennyire elégedett vagyok, mert nagyon a szezon elején járunk. A szezon végére készülünk, ezért próbáljuk őket minél többet játszatni és beépítetni a lehetőségekhez képest, és azt gondolom, hogy ezek jó alkalmak arra, hogyha erős külföldi csapatokkal tudunk játszani, hogy ők is tanuljanak, és mi is lássuk, hogy ők hol tartanak. Mennyire lesz furcsa ez a szituáció, hogy ilyen korán a szezon, ilyen korai szakaszában kemény Euróliga selejtező meccseink lesznek, ugye ezt a selejtező műfajt az utóbbi években nem kellett megélnünk. Hát én azt gondolom, hogy meg kell oldani, tehát a feladat adott, ahogy szoktam mondani, szeretjük a kihívásokat. Hát a csapatnak szükség van ilyen erős motivációra. Én azt gondolom, hogy nem lehetetlen a továbbjutás, nagyon erős csoportban vagyunk, de ez fölértékeli annak a győzelemnek vagy a továbbjutásnak a lehetőségét, amit el fogunk érni.